hogy akkora a feszültség az LMP-ben, hogy az nem sokára szakadni fog, és azt beszélik, sőt, hát az egyik már azóta lemondott társelnök konkrétan maga beszélte, Hatházi Ákos, hogy ennek egyik okozója, a párt egyik alapítója, a korábbi társelnöke, Siffer András, aki itt van. Jó estét kívánok, jó estét, ügyvéd úr. Most már tulajdonképpen így kell szólítanom, hogy ügyvéd úr. Hát gondolom, igen. De hát ettől még azért az életének egy jelentős szakasza, és az ismertségének egy jelentős része mégiscsak az LMP-hez köti. És hát most olyan, nem is jogosítva vagyok, hát olyan háttérmunkát tulajdonítanak önnek, ami vagy igaz, vagy nem, de igazából csak ön tudja, hogy mi van ebben. Az van ebben, hogy megakadályozza az LMP-t valamiféle szövetségkötésben, az van ebben, hogy valami hatással legyen változatlan a politikai folyamatokra, vagy ebből az egészből egy hang sem igaz. Hát úgy tűnik, hogy most egyeseknél ellenzéki oldalon én vagyok a soros, és hát eléggé szomorú látni itt a választási eredmény után, hogy gyakorlatilag egyes ellenzéki politikusok vagy véleményformáló körök gyakorlatilag a Fidesznek a gyűlöletkampányát azt visszatükrözik. A helyzet az, hogy én tavaly tavasztól kezdve az LMP-nek az életéből teljes egészében kivonultam. Tavaly szeptemberben én egy Magyar Nemzet interjúban világossá tettem, hogy a választások napjáig pártpolitikai nyilatkozatokat, főleg ami az ellenzéki pártokat illeti, nem kívánok tenni, én ehhez tartottam is magamat. Az LMP-nek a kongresszusain, országos politikai tanácsülésén, különböző fórumain nem vettem részt, nyári egyetemtől kezdve a saját területi szervezetem gyűlésig sehol nem vettem részt. Nem igazán értem, hogy miről van szó. Hát arról van szó, hogy azt mondja a Hatházi Ákos, akkor beszélünk egészen nyíltan, a Siffer András azzal fenyegette a képviselőjelölteket az LMP házatáján, hogy vissza fogja perelni tőlük azt az 1 millió forintot, amit mint képviselőjelöltek a magyar állam kiutalt nekik, hogyha megpróbálkoznak azzal, hogy engedély nélkül visszalépjenek. Ez több sebből vérzik, ezért mondtam el hétfő kedden, hogy egy szemen szedett hazugság, mert túl azon, hogy ég egyet a világon, senkit nem fenyegettem meg. A helyzet úgy áll, hogy miközben nyilvánvalóan a jelöltjeinek egy jelentékeny részét ismertem, hiszen jó néhányukat én hoztam be ebbe a pártba, azért nekem ebbe, hogy úgy mondjam, van egy kicsivel több melóm ebben a pártban, mint sokaknak, akik most itt villognak. A helyzet viszont az, hogy onnantól kezdve, hogy a jelöltállítás lezárult, én egy darab embert meg nem kerestem a jelöltjeink közül. Egy darab egyéni jelöltet meg nem kerestem. Egyetlen egy jelölt volt, aki a márciusi komment, ez a vásári komédia visszaléptetések kapcsán engem megkeresett, egy olyan régi harcostárs, akivel szintén együtt kezdtük. Kikérte a véleményemet. Én elmondtam. Azt is elmondtam neki, hogy egyébként pedig természetesen megértem a helyzetét, hogy milyen erős nyomás nehezedik rá kívülről. Majd ezek után az illető visszalépett. Tehát nem, hogy nem fenyegettem, mondom, egy ember volt, akivel beszéltem, az is visszalépett. Elmondtam azt is hétfő kedden, hogy való igaz, hogy az első visszalépőnél ott fölmerült, ahogy hallottam párton belül a döntéshozó fórumban a kártérítés kérdése. Ő volt, aki Kunhalmi Ágnes javára visszalépett. Igen, de ezért mondom, hogy már csak itt is több sebből vérzik Hatházi úrnak az állítása. Hiszen ha tisztán most hagyjuk azt, hogy én valaha is az LMP-nek törvényes képviselője, parlamenti képviselője voltam, ha tisztán jogászi szemmel nézek rá a dologra, amíg az elsőnél igaz lehet az, hogy ott valóban 150 milliót bukik egy párt az első visszalépőnél, aki jegyzem meg közösségi döntéseket megszegve visszalép, tehát ott egyáltalán érdemes azon elmélázni, hogy van-e polgárjogi felelőssége. A második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, és így tovább egészen hosszú a sor, ugye a választ, tehát a finanszírozás. 80-ig a 106-tól, valahogy, mit tudom én, igen. Ott ez föl, most mondom, hogyha szigorúan jogászi szemmel nézem, föl sem merül. Na most a helyzet az, hogy amikor az elnökség titkára engem megkért a szakvélemény adásra, én ettől elzárkóztam. Csalai Robert Benedek, aki szintén Hatházi Ákos azzal vádol, hogy önnel összhangban és együtt persze, mozogva hogy fenyegette mondom, az LMP-s jelölteket. Én vagyok a soros nyilván. A helyzet az, hogy én SRB-nek megmondtam, hogy nem kívánok ilyen szakvéleményt adni, nem politikai okai voltak, én ennek a pártnak nem olyan régen még törvényes képviselője voltam, nem éreztem volna teljesen etikusnak, hogyha én ilyen szakvéleményt adok. Egy kollégám az irodából adott, rajta kívül másik, én úgy tudom, hogy egy vagy két ügyvéd kolléga, akik pártagok szintén adtak. Jegyzem meg, hogyha valaki valaha az életbe, főleg újságíróknál, kiadó és tévés cégeknél, azért ez elég gyakori,
kért már ügyvédi szakvéleményt. Egy ügyvédi szakvélemény soha nem fenyegetés. Egy ügyvédi szakvélemény az ügyfélnek úgy szól, ezért szokták utálni az ügyvédeket, hogy ha akarom, akkor így, ha akarom úgy, ha így választ, akkor ez a kockázata, ha úgy választ, az a kockázata. Egy ügyvédi szakvélemény soha nem azt mondja, hogy most biztosan perelhetsz, vagy biztosan nem perelhetsz, hanem elmondja azt, hogy mikor, mik a lehetőségek. Ennyi történt, úgyhogy én ezért mondtam azt, hogy ebből az állításból sajnálatos módon semmi nem igaz, és én rettenetesen szomorú vagyok az egész szituáció miatt. Nagyon az volt a kép az elmúlt hetekben, és ez nem kellett a választási kampány utolsó néhány napja, ami tényleg elég drámaira sikerült az ellenzéki pártok mozgása közepette, hogy hát a háttérben ott van Schiffer András változatlanul. Ez azért lehet, mert azt gondolják azok, akik a pártban nem mondjuk 2009 óta vannak jelen, hogy mindent önnel meg lehet magyarázni, vagy azért lehet, mert valóban azért vannak kapcsolatai, akikkel napi szinten tartja a forró drótot. Mondom még egyszer, én egész konkrétan tavaly tavasz óta a lehető legminimálisabbra csökkentettem mindenféle ilyen aktivitásokat, vagy kapcsolati hálómat a pártot illetően. Ez tudatos volt a részemről, egyrészt azért, mert a saját életemet rendbe kell tenni, és pontosan én a különböző ilyen, hogy mondjam, félreérthető helyzeteket igyekeztem elkerülni. Én úgy gondoltam, hogy nekem más pályán van jelen pillanat, nekem az LMP-t illetően nincsenek ambícióim, semmilyen formában az LMP életében nem kívánok részt venni, viszont a kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy ez most a mai híreket néztem, és ugye ugyanez Zóna Gábor esetében is most fölmerül a Jobbiknál, hogy biztos azért a sötét árnya ott fog lebegni majd a párt élete felett, hogy a helyzet az, hogyha én 2 évvel ezelőtt nem visszalépek, hanem nem tudom, elutazom, nem tudom, a Holdra, vagy meghalok, vagy valami hasonló, akkor is az a helyzet, hogy az LMP-ben van jó néhány olyan tag, tisztségviselő, és bizony volt jó néhány olyan képviselő jelölt, aki nem az én két szép szememhez, vagy nem szép szememhez hűséges, hanem azokhoz a közös döntésekhez, amik ennek a pártnak az identitását. Az egyik ilyen az, hogy nincs szövetségi viszony egyetlen ellenzéki baloldali párttal sem, amely 2010 előtt a piacon volt? Igen, illetve egész pontosan azért ugye a történet úgy néz ki, hogy csak ebben a parlamenti ciklusban, tehát 2014-től az LMP-nek volt már 3 kongresszusi határozata, amelyik ezt rögzítette, abból az utolsóban negyedrészt Hadházi Ákos volt az előterjesztő. Én azon a kongresszuson sem vettem már részt. De egyetértett ezzel ezek szerint. Egyetértettem természetesen. Akkor ezek szerint azzal nem értett egyet, hogy Hadházi Ákos az utolsó hetekben erőfeszítéseket tett, a hírek szerint nem is egyedül, nem Szél Bernadette meg Ungár Péterrel egyfajta szövetségesi viszony kialakítására. Erre is mindjárt válaszolok. Én az előbbi kérdésére csak azt tudom mondani, hogy azt, ha már így pszichológizálunk, természetesen kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy független attól, hogy én jelen vagyok, nem vagyok jelen, mit csinálok, semmit sem csinálok, miután az én nevem fémjelezte az LMP életét 2016-ig, a jelenlegi választásra érvényesen is komoly stratégiai döntések megszülettek az én égiszem alatt, amikért én 100%-ig vállalom is a felelősséget. Innentől kezdve, miután számosan vannak a pártban, akik ezekkel a döntésekkel azonosultak, erre mondtam azt, hogy ha én alulról szagolnám az ibolyát, vagy kint lennék a Holdon, vagy bármi egyéb, akkor is. Csak van egy előnyük. Fel tudják hívni, és meg tudják kérdezni, András, te ehhez mit szólsz? Gondolom, ezt megtették egy csomóan. Ezt is én világosan és nyilvánosan elmondtam az elmúlt napokban. Például Szél Bernadett engem az utóbbi hónapokban 2 alkalommal fölhívott, én egyszer se kerestem őt szeptember óta, 2 alkalommal fölhívott a bizonyos márciusi országos politikai tanácsülés előtt. Én a Dettinek elmondtam azt, hogy abban a helyzetben, amiben azért kicsit az LMP is navigálta magát, meg természetesen azok az ellenzéki pártok, akik szerintem egyel inkább akarták az LMP-t legyőzni, mint Orbán Viktort, zárójel bezárva, hogy szerintem ebben a helyzetben helyesen döntötök, hogyha azt mondjátok, hogy kezdeményezően léptek föl egy teljes ellenzéki koordináció érdekében. Ez egyébként a Detti, ha jól emlékszem, az Index interjúban meg is erősítette, hogy velem erről beszélti. Én azzal egyetértettem, hogyha sikerült tető alá hozni az LMP koordinálásával egy MSZP Jobbik megegyezést, akkor ebből nyilván az LMP sem maradhat ki. Ennek van értelme, mert ekkor valóban van reális esély. Annak nem örült volna, hogy az utolsó 1-2 napban azok a fővárosi jelöltek visszalépnek, akik miatt most az LMP-t vádolják azzal, hogy a 2/3-ot okozta? Egyrészt akikről szó van, őszintén szóval,
Ha én megfenyegetem őket perrel, hogyha nem léptek vissza, akkor beperlem őket, bár nagyon erősen kéne gondolkodni, hogy milyen alapon, ők akkor se léptek volna vissza. Tehát tessék megkérdezni, nem tudom, Hajdú Máriát, Ungár Péter Károlyt, vagy Krejtler Sas Mátét, vagy Moldován Lászlót. Egyrészt ők maguk miatt nem léptek vissza, nem léptek vissza a közösségi döntés miatt, a másik pedig, hogy tessék megnézni a számokat. A hetedik kerületben az LMP szavazók kétharmada egyéniben Ulán Lajos DK-s jelöltre szavazott. A tradicionális jobboldali körzetek 1945 óta, de visszább is mehetünk a választási történetbe, az Bel-Buda, Bel-Pest. Uh-huh. A City körzet az egyesben, ahol nem szocialista jelölt maradt állva, hanem LMP-s, Csárdi Antal, le a kalappal azért, amit ő, végigcsinált az én korábbi körzetemben, Csárdi Antal be tudta húzni, meg tudta venni, ez egy óriási dolog. Ezekben a körzetekben 90 óta nem jobboldali jelölt nem nyert. Komolyan gondolja bárki, hogy azokban a jobboldali kerületekben, és itt most főleg az Ungár-Hajdú-féle kerületekről beszélek, másik 12. Hát Ungárnál a fele elég lett volna az ő szavazatának. Mondom még egyszer. Ebben a helyzetben, amikor az ellenzéki diskurzus máshol sem szól, sőt a médiafelület nem az emberek életéről szól, hanem a visszaléptetésnél, hogy azok a csalódott jobboldali polgári rétegek, emberek, akik nem akarnak már a Fideszre szavazni, egy Hajdú Mária visszalépés esetén, azok, akiknek már a nagyszüleik a kisgazdapártra szavaztak, ők egész életükben az MDF-re, Fideszre szavaztak. Ezek az emberek Bauer Tamást fogják választani. Ezt komolyan gondolja bárki? Én azt gondolom, hogy Csárdi Antal pontosan azért tudott győzni, egy alapvetően úgy lett megrajzolva a gerrymanderingben ez az egyes LVK, ahol én magam indultam 14-ben, hogy ott mindig a jobb oldal győzön. Azért tudott Csárdi Antal nyerni, mert nem az LMP lépett vissza egy alapvetően jobboldali beállítottságú kerületben, vagy választókerületben, hanem fordítva történt a dolog. De egyébként, hogy azért szavunkat ne feledjük. Az a helyzet, és én ezt magamban mondogattam is, hogy akár még egy rossz stratégia is jobb, mint a stratégia nélküliség. Tehát, hogyha teszem azt, az LMP mondjuk legkésőbb a novemberi kongresszusán, ahol persze én hallottam vissza, aztán később zuhanyhíradóból, hogy mentek a különböző pletykák, hogy én majd oda megyek és tartok egy hatalmas beszédet az összefogás ellen. Nekem jobb dolgom se volt, lementem inkább Paksra fagyoskodni a Paksvasas meccsre. Messze az is nagy élmény lehetett. Legalább annyira messze elkerültem a Kecskeméti kongresszust, mint a listaállítás, mind az összefogás témáját. Ha legkésőbb ott születik egy olyan kongresszusi döntés, hogy márpedig az LMP szakít a függetlenségi doktrinájával, mármint a korábbi kongresszusi határozatokkal. Én ezzel magamban biztos, hogy nem értettem volna egyet, de hogyha mellette, tehát ez egy világos, egyértelmű fekete-fehér döntés, és mellette viszont a párt a kampányban ezzel együtt képvisel egy határozott, zöld, globalizáció kritikus arculatot, világos politikai célokat, hogy mit kíván Magyarországgal tenni, milyen lesz az Orbán utáni élet Magyarországon, akkor én magamban biztos, hogy úgy rendeztem volna le a dolgot, hogy én ugyan nem értek egyet azzal, hogy fölülvizsgálják. Stratégiailag sem értek azzal egyet, de egy abszolút racionális képviselhető döntés. Ezt én jól értem, a kritikának értem az LMP kampánya és stratégiai mozgása iránt. Ez az én viszonyom a politikához, hogy számomra előbbre valóak a választók felé megfogalmazott morális politikai célok, mint a taktikázgatás. Tehát egy számomra nem szimpatikus taktikai döntéssel is jól együtt tudok élni, nem csak mint aki ennek a pártnak az életre hívásában részt vettem, hanem mint választópolgár, ha mellette vannak világosan megfogalmazott célok, amik egyébként, hogy mondjam, hűek ahhoz, amiért ez a párt. Úgy tűnik, hogy az LMP-ben mindenféle változások lesznek, legalábbis így hírlik. Személyek, irányt tekintők, talán az önmagát valamilyen baloldaliság felé toló párt is visszamenne zöld irányba. Mindenféléket lehet hallani. Lát magának kihívást és helyet nem. ebben a folyamatban? Nem. Semmilyen módon? Egyáltalán nem. Nem egyáltalán. Kívánkozik vissza a politikába? Egyáltalán nem. Sőt, hát az elmúlt pár nap és pár hónap meggyőzött arról, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy 16-ban kihúztam. Na, akkor most jogászként kérdezem, mit szól a mai Figyelőben megjelent 200-as listához? Nem szoktam szeretni a listázásokat. Azok, akik ezen a listán szerepelnek, kaphatnak jogvédelmet? Ahhoz el kéne olvasnom a Figyelőt. Ilyet nem olvas? Nem, én HVG-t heti választ szoktam a heti lapok közül. Schiffer András, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.